Ryan Singer a Bohém Rapszódia után újabb filmtől esik el, egy hónappal ezelőtt váratlanul leállították a Vörös Szonya című remake film forgatását. Most kiderült, hogy az oké nem más, mint az, hogy Bryan Singertől megvált a stúdió. A kirúgását azzal indokolták, hogy a Millennium Films elnökének Evie Lernernek nem sikerült forgalmazót találnia a filmhez, mivel senki nem akarja egy Singerrel fémjelzett projekthez adni a nevét, legalábbis addig, amíg a rendező nem tisztázza magát az őt ért szexuális zaklatási vádak alól. Lerner korábban többször is kiállt a rendező mellett, de ezúttal ő sem választott más megoldást. A rendező korábban egyébként nem kisebb filmtől esett el, mint az azóta világsikernek örvendő és Oscar-díjjal jutalmazott Bohém Rapszódiától. Akkor azonban még csak annyival indokolták a változást, hogy Singer többször nem jelent meg a forgatáson, illetve hogy nem jöttek ki jól a Freddie Mercuryt megformáló Rami Malekkal sem. Mint utólag kiderült, merőben más állt a háttérben.